Folytassuk is tovább a raktározási elméletet a raktározási menedzsment 17. részével. Ismertesse a tárolóeszközök biztonsági vizsgálatának, ellenőrzésének, javításának folyamatát. Mutassa be, mik meghibásodási fokozatait és kezelésük módjait. Ismertesse a tárolóeszköz biztonsági megbízott feladatait. Kulszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk a tárolóeszközök vizsgálatának ellenőrzésének előírásai, a tárolóeszközök jellegzetes meghibásodási módjai és mértékei, deformációk tűrés határétól való eltérés következményei, tárolóeszközök meghibásodási fokozatai, ugye zöld, sárga, piros fokozat, és javítás szükséges intézkedések, illetve még utolsó sorban a tárolóeszköz biztonsági megbízott feladatait. Nézzük is meg ennek a szabályozási hátterét. Raktári állványok a tárolás alapeszközei. Raktárban tárolt áruk teherhordó szerkezetei. Létesítésük és használatuk különleges, illetve különös gondosságot igényel, mivel meg kell felelniük a tárolási követelményeknek, amelyek a rakományok kialakításából és azok kezelési módjából adódik. Az egységrakomány tároló állványok a statikus terhelést jelentő árutömeg mellett dinamikus igénybevételek is érhetik. A kiszolgáló gépekkel való közvetlen kapcsolat miatt érheti ez a terhelés, hiszen hozzáérhet akár a targonca villája esetleg ez az állványhoz. Szabvány, illetve szabvány rendelkezik, ugye az MSN 15635-ös szabvány a felhasználókra vonatkozó követelményekről. Ez a szabály rendelkezik a tároló esetleges szerkezeti sérülésének és kockázatainak tényezőiről. Tehát a szabvány célja, a 15635-es szabvány célja nem más, mint hogy a veszélyes üzemeltetés vagy a szerkezet sérülésének és kockázatait és ezek következményeit a lehető legkisebb mértékűre csökkentse. Tehát ezeket a kockázatokat és sérüléseket csökkentse, ez a 15635-ös MS ENS szabványunk. Az MSN 15635-2009 helyhez kötött acéltároló rendszer. Tárolóeszközök alkalmazása és karbantartása elnevezésű szabvány előírja, hogy a tárolóeszközöket rendszeresen ellenőrizni kell biztonsági szempontból, de különösen azt ellenőrizve, hogy előfordul-e károsodás. Az ellenőrzéseket műszakilag hozzáértő személynek kell elvégeznie, évente legalább kettő alkalommal. Vagy akár egy alkalom, minimum egy alkalommal azért el kell végeznie. A felővizsgálatról részletes jegyzőkönyvet kell készíteni a szabvány szerint. Az állványzat elemeinek műszaki jellemzőivel kapcsolatos szakértelemmel, és a termékek biztonságos teherbíró képességének meghatározására alkalmas számítási módszerekkel, alap esetben a termék gyártója rendelkezik. Ezeket az oldalakat információkat, az álványzat alkalmazójának felhasználójának át kell adnia. Most térjünk is rá az üzemeltető feladatai, raktári állványok létesítésénél. A tárolóeszközök biztonságos teherhordó kapacitásának megtervezése érdekében az üzemeltetőnek a tároló, tároló rendszer tervezője számára a következő információkat kell megadnia. Az épület részletes adatait, amelyben a tároló rendszert elhelyezni szándékoznak, valamint annak környezetét. A tároló és anyagmozgató eszközök alapozására használt padlózat jellemzőit. Az eszközöken tárolandó áru részletes adatait és bármely rakodólap vagy más típusú teherviselő segédeszköz leírását. Tárolóeszközök megengedhető műszaki előírását. A felhasználónak ki kell jelölnie a tárolóeszközök biztonságáért felelős személyt. És annak a személynek a nevét a raktári dolgozókkal közölni kell. A kezelőknek megfelelő képzésben kell részesülniük a tároló és anyagmozgató eszközök használatából. Az alkalmazott targancovezetőknek minősítése jogosítványjal kell rendelkezniük. Az ellenőrzéseket hozzáértő házon belüli dolgozókkal, külső szakértőkkel vagy gyártó műszaki állományával kell elvégeztetni. A vizsgálatnak azonban minden esetben hivatalosnak kell lennie. A vizsgálatok mér mértékét és eredményeit dokumentáló írásos jelentéssel egybekötve. Ezeket a jelentéseket legalább évente át kell nézni a biztonság javítása érdekében. És most nézzük is meg a raktári állványok ellenőrzését. Azok a sérülések, amelyek üzemelés közben a tárolóeszközök szerkezeti elemeit érintik, rontják a megállapított tervezési biztonsági tényezőket, és csökkentik a tehervíró képességet. Rendszeres ellenőrzési és karbantartási rendszerrel ez szabályozható és felmerülő problémák mérsékelhetők. Valamennyi sérülést azonosítani és haladéktanul javítani kell. A tárolóeszközöket biztonsági szempontból a tárolóeszközök biztonságáért felelős személy által meghatározott módon rendszeresen ellenőrizni kell. Különös tekintettel a sérülésekre, károsodásokra. Valamennyi károsodásról, vagy egyéb felfedezett biztonsági problémáról, valamint a károsodás csökkentési eljárás részeként lefolytatott értékelésekről feljegyzéseket kell készíteni. A rendszeres ellenőrzési időszakok között keletkező sérülésekről, vagy biztonsági problémákról az azt észlelő személy azonnal jelenteni köteles a felelős személynek. A rendszeres ellenőrzések gyakorisága és mértéke számos olyan tényezőtől függ, amelyeket a telepára jellemzően kell figyelembe venni, és a tárolóeszközök biztonságáért felelős személy által írásban meghatározni, hogy a raktár üzemelési feltételeinek megfeleljen. Általános előírás, hogy a rendszeres ellenőrzést műszakilag felkészült személynek legalább 12 havonként kell elvégezni. Tehát évenként. Az ellenőrzés fő területei. A szerkezet bármely részének deformálódása, különösen az oszlop sérülése és hossz tartó sérülése, az oszlopok függőlegestől való eltérése, valamennyi alkatrész állapota és megfelelősége, különösen a talplemez, valamint a hossz tartó és a lábprofil kapcsolata. A hegesztett varrat, varrat vagy az alapanyag repedései. Az épület padlózának padlózatának állapota, a rakodólapon lévő rakományok helyzete, az egységrakományképző eszközök helyzete az állványzaton és a padlózaton, az állvány a telepítési terv vagy a szerelési utasítások szerint épülte meg. Egyéb biztonsági szempontok, amelyeket ellenőrizni kell. A terhelési és tájékoztató feliratok ki vannak a helyezve napra készeke. Nincs-e láthatóan túlterhet állapotba a tárolási pozíció. Egységrakományok megfelelő-e? Az egységrakományok mérete megfelelőe? Az állvány szerkezeten észlet bármely károsodás esetén ki kell vizsgálni a probléma lehetséges okait azzal a célal, hogy a probléma előfordulásának valószínűsége csökkenthető vagy megszüntethető legyen, és a károsodás ne forduljon ismét elő. Ennek megfelelően kell meghozni a szükséges intézkedéseket. A leggyakrabban előforduló meghibásodást eredményező okok a következők lehetnek. Az emelő targonca hibás üzemeltetése. Targonca vezetői képzés vagy továbbképzés minősége. Változások az eredeti anyagmozgató berendezésben. Az anyagmozgató berendezés nem megfelelő állapota. Változások a használatban lévő rakodólap eredeti típusában vagy minőségében. Sérült rakományképző eszközök, a rakományképző eszközön túlnyúló rakomány, túlságosan kis távközök, túlságosan kicsi a kiszolgáló folyosó szélessége, nem megfelelő rendtartás, kiömlött áru, a rakományképző eszközök eltorlaszolják a kiszolgáló folyosókat, elégtelen világítás, vagy a padlózat nem megfelelősége is okozhatja. Tárolóeszközök, raktári állványok, karbantartása. A tárolóeszközökön végzett ellenőrző vizsgálaton tapasztaltak szerint kockázat elemzést kell végezni. A szabány ennek három fokozatát határozza meg. Tehát zöld, sárga, piros. Tehát ez a három fokozat. Nézzük, kezdjük is a zöld szint kifejtésével. Tehát zöld szint, tehát zöld szint csak megfigyelést jelent. Ez a fokozat az előzőekben leírt határértékeken belüli deformációk eseteire vonatkozik. A zöld szín azt jelzi, hogy az állvány terhelhetőségi felirat szerinti teherviselő képességét csökkenteni, vagy a rendszert javítani nem szükséges. Ez azt jelenti, hogy az állvány elemeit biztonságosnak és használhatónak tekintik. A határ határértéken belüli deformációjú alkatrészeket fel kell jegyezni, mint későbbi esetleges javítandó, cserélendő elemeket és a következő vizsgálatokon vagy vizsgálaton azokat egyértelműen azonosítani kell az újbóli vizsgálat során újbóli értékelésre. A zöld szintet meghaladó fokozat már kockázatot jelent az ávályrendszer számára. Tehát a Zöld szint, ez csak megfigyelést igényel. Azt jelzi, hogy az állvány terhelhetőségi felirat szerinti teherképviselő képességét csökkenteni, vagy a rendszert javítani nem szükséges. Tehát ez egyébként azt jelenti, hogy az állvány elemét biztonságosnak és használhatóanak tekintik. Tehát zöld, tehát ez egy pipa. Jó. Egyéb feladatunk nincs. Sárga fokozatú kockázat. Olyan veszélyes károsodás, amely azonnali intézkedést igényel. Ez a kategória az állványkereteken olyan károsodásra vonatkozik, amely a károsodási határértékeit kevesebb, mint kétszeresével lépi túl, és ez a sérült alkatrész cseréjét teszi szükségessé. Ez olyan területet azonosít, ahol a károsodás eléggé nagymértékű ahhoz, hogy helyreállítási munkáról gondoskodjanak, de nem annyira, hogy az állvány azonnali teljes... Kitárolását igényelje. Ha valamely sérült elemről eltávolították a rakományt, akkor addig nem szabad újra megterhelni, amíg a javítási munkát nem végezték el rajta. Az ilyen állványok megjelölésére a felhasználónak módszert kell kialakítania, annak érdekében, hogy amíg a javítást nem végezték el rajtuk, és a tárolóeszköz biztonságosnak nem nyilvánították, addig tilos használni. Ilyen lehet a dátumozott öntapadós címkék használata, például amelyek azokat az állványokat jelölik, amelyeket nem szabad terhelni, amíg helyre nem állították őket. Bármely sárga fokozatú kockázatú kategóriás sérülést át kell minősíteni piros fokozatú kockázatú károsodással, ha a javítási munkát az eredeti jelöléstől számítva négy héten belül nem végezték el, tehát, hogyha a sárga fokozatot, sárga ö, kockázatot ö, négy héten belül nem javítják, akkor pirossá kell nyilvánítani. És ha már itt vagyunk a piros fokozatú kockázatnál, akkor ismertetem is nektek. A piros fokozatú kockázat. Nagyon nagy mértékű károsodás, amely azonnali intézkedést igényel. Ez a kategória olyan károsodásra vonatkozik, amely a károsodás határértékeit legalább kétszeresen túllépi. Ezekben az esetekben olyan kritikus károsodási mértéket azonosítottak, amely a javítási munkák elvégzéseig az terület azonnali kirakását és további használattól való elkülönítést igényli. Az ilyen javítási munkákat rendszerint a sérülés, vagy, illetve a sérült elem cseréjével végzik, tehát az ilyen típusú sérülést, illetve az az elem, ami ilyen típusú sérülést szenvedett, cserélni kell azonnal. A károsodott elemek javítása nincs engedélyezve, ha csak az eszközök szállítója azt jóvá nem hagyta. Annak érdekében, hogy a javítási munka elvégzéséig a tároló állványok ne kerüljenek üzembe, a felhasználónak gondoskodnia kell az érintett terület lezárása, lezárásáról. Tehát ilyenkor lezárják azt a területet, az állványokat terhelni nem szabad, hanem le kell pakolni mindent gyorsan róluk, amíg nem történik meg a javítás és a csere. Na de szerintem nagyjából ennyi is lett volna ez a 17. rész, úgyhogy én köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!